Jó reggelt kívánunk az uraknak, Homjáti Imre és Tordai Bencének a vendégeink. No, mit szólnak ez a 200 000-es minimálbérnek? Elégedettek? Ez egy örömteli dolog? Ugye az ellenzéknek is van, vagy volt, vagy van hasonló javaslata. Elébe megyenek a kormány? Az az álságos ebben, hogy tavasszal nagyjából 1200 forinton vitatkoztak. Ezért is nem fogadta el a Magyar Szakszervezeti Szövetség az akkori megállapodást, mert kevésnek tartotta. Ehhez képest most 20%-os emelésre van. Tehát ez látszik, hogy azért... Hát akkor még egy év volt a választás, és most már csak fél év. Igen, itt ezt akartam mondani, hogy azért úgy kilóg a lóláb. Természetesen mi örülünk annak, hogyha a pénzhez jutnak az emberek. Sőt, annak örülnénk legjobban, hogyha nettó 200 000 forint lenne, mert sokkal könnyebb lenne megélni az embereknek. De azt is be kell látni, hogy segíteni kell a kis és középvállalkozásokon elsősorban. A nagy cégek köszönjük szépen jól vannak, viszont nagyon sok céget megcibálta, hogy annak idején Orbán Viktor mondta a járvány, rajtuk segíteni kell. De nálunk nem a horizonton van a segítség, mint Orbán Viktornál. Az MSZP azt mondja, hogy adómentessé kell tenni a minimálbért, és az nem jelent terhet a munkáltatóknak. Ugye Karácsony Gergely nettó 200 000 forintról beszélt, most itt a kormányzati szándék, ez bruttó 200 000 forintra vonatkozik. Miből lehet akkor ezt a nettó 200 000-et kigazdálkodni? Hát, hogyha például adómentes a minimálbér, mert pontosan fordítva gondolkodunk, mint a Fidesz, akiknek az első döntéseik egyik az volt, hogy az úgynevezett egykulcsos adót bevezették, ami egy masszív adóemelést jelentett az alacsony keresetűeknek. Mi azt mondjuk, hogy az adókulcsok, a munkát terhelő adók azok, még mindig nagyon magasak a kiskeresetőknél. Tehát alig van ország a világon, a fejlett államok közül, ahol nem több kulcsos, nem igazságos, progresszív személyi jövedelemadózás van. Magyarország azon kevesek közé tartozik, ahol a 2-3 milliós fizetés, meg a 200 000-es fizetés ugyanúgy adózik. Ezt kell valóban megváltoztatni, és akkor innentől kezdve már csak a járulékterhek maradnak. Ezt 1-2 év alatt az emelésekkel el lehet érni, és tényleg a 200 000-es nettó minimálbér az egy realitás pár éven belül, hiszen ez az, ami az embereket végső soron érdekli, hogy mennyit visz haza, nem az, hogy a papíron mennyi van. Ugye a járulékok egy részre a munkáltatókat, vagy a munkavállalókat is terhelik, de hát a munkáltatók számára, és ez komoly gond lesz, ugye a Rolex Ferenc, illetve már többen is a vállalkozók szervezeté részéről jelezték, hogy 20% pluszt kigazdálkodni kormányzati segítség nélkül nehéz lesz. Ez valóban így van, biztos, hogy nehéz lesz, főleg még egyszer hangsúlyozom a kis és középvállalkozásoknak. Ezért mondom még egyszer, hogy itt van az asztalon, tessék megszavazni, 133 ember hosszú tömött sorokban vonuljon be a parlamentbe, szavazza meg a minimálbér adómentes ételét, és akkor mindjárt könnyítünk a vállalkozások helyzetén. Egyébként csak, hogy a nézők is tisztán értsék, ez a bruttó 200 000 forintos emelés, ez nettóban 133 000 forintot jelent. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy 21 000 forinttal lesz több az, amit hazavisz, nagyjából 25 000 forinttal vinne többet, hogyha az MSZP javaslatát elfogadnák. Nem csak ez volt terítéken tegnap a kormányinfón, hanem sok más kérdés is előkerült. Például az is, hogy egy héten belül dönt a kormány a várólisták megszüntetésének módjáról. Ez is szóba került, tehát a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely erre is reagált. A miniszter ismertette a hitelmoratórium fenntartásának részleteit is, ez szerint a jogosultak október 31-ig nyilatkozhatnak a szándékukról személyesen a bankjuknál. Jöjjön most el, hogy összefoglaló, és innen folytatjuk a beszélgetést. Konkrét dátumot határozott meg a kormány azok számára, akik maradni akarnak a hitelmoratóriumban. Október 31-ig van lehetősége az érintetteknek, hogy személyesen jelezzék szándékukat. A vonatkozó jogszabály még nem jelent meg, így nem lehet tudni, hogy milyen dokumentumok meglétét írják majd elő. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány elismerésként értékeli a pápa részvételét az eucharisztikus kongresszuson. Kérdésre pedig a műtéti várólistákat is szóba hozta a miniszter. Napi szintű egyeztetéseink vannak az egészségügyi ellátórendszer vezetőivel arról, hogy hogyan lehet a várólistákat a lehető leghamarabb megszüntetni. Egy héten belül ebben lesz döntés. Gulyás Gergely kitért az Európai Parlament minapi állásfoglalására is, mely szerint az unió tagállamainak el kellene ismerniük az azonos neműek házasságát és élettársi kapcsolatát. Hát remek hír egészségügyi szempontból ez a várólista megszüntetés kérdés, hogy mennyire reális. Egy héten belül lesz döntés. Mit jelent, hogy elégetik majd a papírokat, amelyek a várólistát hirtelen most minden több ezer embert meg tudnak majd műteni, vagy ez hogy?
Én azt érzem, hogy megint a kormány rohan az ellenzék után, ahogy a minimálbér ügyében is, úgy a várólisták ügyében is, tehát az, hogy Karácsony Gergely Budapesten a képalkotó diagnosztikai eljárások esetében gyakorlatilag nullára sikerült szorítani a várólistákat, tehát most már tényleg elérhető minden keretben a CTMR vizsgát belátható időn belül. Ez az állami egészségügyben nagyon nem így van. Azt láttuk, hogy kb. Másfélszeresére híztak ezek a várólisták a járvány után. Van egy olyan feldolgozatlan többlet az egészségügyben, amivel nem tudnak mit kezdeni. Nyilván nem azt akartam mondani, hogy szerencsétlen Gulyás Gergely, hogy megszüntetik a várólistákat, hanem hogy... Így hangzott. Valóban így hangzott szó szerint. Nem fogom én mentegetni, de nyilván szeretnék lejjebb szorítani a várakozás hosszát. Tehát vannak most is olyan beavatkozások, amik éven túli előjegyzési időpontokkal vállalhatók, csak úgyhogy ez nem lesz egyik napról a másikra megoldva az egész biztos. Csepeli Soroksár előválasztási jelöltjeként ott vagyok minden nap, minden reggel az STK előtt, Csepelen is, Soroksáron is. Konkrétan jött hozzám több ember, aki megmutatta, egy úriember most néhány nappal ezelőtt, feleségének hasi panaszai vannak, elment az orvoshoz, ultrahangra kapott novemberre időpontot. Ultrahangra. Nem CT-re, nem MRI-re. Ember nincs. Gépekből már úgy néz ki, sok helyen jól állunk, vagy jobban. De megfizetett, motivált szakápolókra, orvosokra van szükség. Nem elüldözni kell az embereket. Katasztrofális a helyzet. A miniszterelnök jelölti előválasztási vitában ugye Dobrev Klára szó szerint azt mondta, hogy szükség van új orvosokra és ápolókra, illetve szakápolókra, fel is elkezdtük összeadni, hogy hány emberről van, sok több ezer emberről volt szó. Akkor a kérdés, hogy honnan lehet ezt megoldani, és a válasz az volt, hogy akár külföldről is. Nem tartanak attól, hogy ennek az lesz az üzenete, hogy az ellenzék az külföldről oldaná meg ezt a kérdést? Én sokkal inkább számítanék a pályaelhagyókra, tehát nagyon sokan egészségügyi képzettséggel ma Magyarországon nem az egészségügyben dolgoznak, az elérhető nagyon alacsony bérek miatt. Elmennek akár a magánszférába, akár külföldre, tehát idősápolásban, Nyugat-Európában sok magyar ápolónő dolgozik. Például, hogyha ők haza tudnának jönni, hogyha érdemes volna számukra hazajönni, hogyha nem elüldöznék őket, hogyha az egészségügyi szolgálati jogviszonyt felszámolnák ebben a formájában, ami elképesztően elnyomja, kizsákmányolja az egészségügyben dolgozókat, akkor biztos, hogy több ezer ember visszáramolna a magyar egészségügybe, és erre égető szükségünk van. Ha az egészségügynél vagyunk, az oltásokról, a tervezett, bevezetendő, kötelező oltásokról mit gondolnak az egyes munkahelyeken? Ezt nem támogatjuk a kötelező oltást a munkahelyeken. Egy munkáltató az ne szabja meg azt, hogy kötelező legyen, vagy nem. Én értem, hogy tartanak attól, hogy nem lesz elég ember, aki összeszerelje az autókat, de ezt nem így kell megoldani. A kormánynak kellett volna sokkal egyértelműbben, pozitívabban kommunikálni, ezt nem tették, sok esetben elriasztották az össze-vissza kapkodással az embereket az oltástól. Ők ezt mondják, hogy az ellenzéknek volt ebben jó nagy része, tehát most itt egymással mutogatás van. Szerintem Bencével is itt ültünk többször, amikor feltették önök is a kérdést, hogy mi mind gondolunk róla az oltásról, és mi elmondtuk, hogy egyrészt a házi orvosunkra fogunk hallgatni, azt fogjuk beadatni magunknak, amit mond, és egyébként is nem a politikának, hanem a szakmának kéne benne dönteni, de tudom, oltás ellenesek vagyunk, meg Soros Bérenc és hosszan sorolhatnám, hogy mi mindenek. Majd Komáromi Zoltán elmondja ezzel kapcsolatban a szakvéleményét is. Elképzelhetőnek tartják, hogy vannak olyan szakmák, olyan területek, ahol kellene? Nyugat-Európában azért több ország bejelentette az már, hogy az oktatásban, az egészségügyben nem? Már ugye az azon túl, hogy kiterjeszteni oktatásra, olyan területre, ahol napi kapcsolatban vannak emberekkel, Franciaországban is ez cél volt, Olaszország, ha jól emlékszem, hasonlót elképzelhetőnek tartanának? Hát elképzelhetőnek elképzelhető, de én is azt gondolom, nem hatalmi erővel kell az embereket beletolni az oltásban, hanem egy olyan bizalomteljes környezetet kellett volna kialakítani, és például nem vádolni az ellenzéket oltás ellenességgel, amikor egy dologra hívtuk fel a figyelmet, ami később is igazolódott, hogy az idősek számára a kínai vakcina az nem minden esetben garantál védettséget. Amikor ezt januárban kimondtuk, hogy legalábbis rákérdeztünk, akkor jött ez az elképesztő lejárató kampány, aztán megjöttek az adatok, és kiderült, hogy valóban az ezzel oltottak harmada, negyede nem mutat semmilyen antitestet, és valószínűleg nem védett egyáltalán a koronavírussal szemben. Úgyhogy jó lett volna, hogyha minőségi vakcinákat hoznak, és egy felelősségteljes kommunikációt folytatnak, akkor nem lenne a Magyarországon 3 millió ember, aki azt mondja, hogy kösz, engem inkább ti ne ott. Hát hallották a híreket, hogy például a Pfizer-re köszönjük, nem tartunk igényt, és most a hírek szerint ebből már esetleges kormányváltás után sem lehet visszatáncolni, mármint hogy az Európai Uniós harmadik körös beszerzésekből részesüljünk.
Hát rendkívül rosszul tárgyalt a kormány, az látszik. Abban nagyon jók voltak, hogy hogyan lehet mafiózó vagy félmafiózó emberekkel üzletet kötni, aki aztán majd luxusjaktot vesz belőle, de hogy az európai... A beszerzése gondolom. Például, igen. De az is tisztán látszott, hogy annak idén a maszkok tekintetében is káosz volt, tehát pont Harangozó Tamás is néhány képviselő társa voltak, akik felderítették, hogy hegyekben álltak a maszkok egy hangárban, amikor éppen óvónők, meg dadusok maszkot vartak mindenhol. Tárgyalni is meg kéne tanulni, nem csak lufikat eregetni, meg lózungokat nyomni óriás plakátokon. Egy picit térjünk még vissza, előválasztást említettük, ugye két nap van hátra, másfél nap kisztozása, 18-án indul az előválasztási szavazás. Számítanak-e arra, hogy még visszalépés vagy visszaléptetés előfordulhat? Azért nagyon sokakat meglepett itt a MSZP párbeszéd és Momentum közötti megegyezés, aminek eredményeként voltak körzetek, ahonnan vissza kellett egymás javára lépni. Én nem számítok ilyesmire, de megtörténhet, nyilván szabad emberek vannak, és politikai közösségek vannak, akik még dönthetnek. Őszintén szóval én már csak a mi körzetünkre figyelek, a Budapest 4-esre, ma este lesz a Partizán vitánk 8 órakor, úgyhogy ha az ATV nézői kíváncsiak, akkor ott majd követhetik figyelni. Miniszterelnök jelölti visszalépés várható? Én ezt kizártnak tartom. Tehát kizártnak tartja, hogy a mostani 5 miniszterelnök jelölt közül bárki is azt mondja, hogy köszönöm szépen, beállok a másik mögé már most az első körben. Azért jó a kétfordulós választás, mert akkor mindenki megmérhetheti magát az első körben, és aztán a legtámogatottabb jelöltek mennek tovább, akik pedig kiesnek, azok utána elmondhatják, hogy ki az, aki a fennmaradó lehetőségek közül számukra a legszimpatikusabb, kiket ajánlanak az ő szimpatizánsaiknak. Egy gyors javaslat, amit még szintén az önök javaslata volt, hogy csökkentsék azoknak a fizetését, akik a parlamentben nem dolgoztak. Most itt kistúzással ciklus végén jutottak el oda, hogy ezt talán érdemes lenne megnézni. Hát hiszen, hogy állapítják meg, hogy ki dolgozik, ki nem. Tehát nem feltétlenül, hogy az egyéni... nem csak a parlamentben dolgoznak, hanem kint a területen is. De az egyéni képviselőknek azért vannak feladatai, tehát a körzete érdekében illene felszólalásokat tennie, indítványokkal élnie, és így tovább. És például olyan figurák, mint Tuzsa Nullás Bence, vagy Varga Nullás Mihály, akik egyéni képviselőként semmit nem tettek le az asztalra, azoknak azt javasoljuk, hogy igen, csökkentsék a fizetését, hiszen ők azért vannak ott, hogy azt a körzetet képviseljék, hogyha ezt nem teszik, mert akár a bizniszeiket intézik, akár miniszterként villognak, akkor mondjanak le az egyéni képviselői javadalmuk egy részéről. Tudnának támogatni egy hasonló elképzelést, hogy 3 hónapon keresztül 20%-kal csökkentsék a fizetését annak a parlamenti képviselőnek, aki nem szólal fel, vagy nem aktív? Tudnánk, abszolút, tegye a dolgát. Hát én főleg munkásemberként, mi más mondhatnék, dolgozni kell. Az a feladata, azért kapja a tiszteletdíját, ha el nem mondják. Tegye a dolgát, dolgozzon a körzetében is, a parlamentben is. Arról meg nem beszélve, hogy egyébként Orbán Viktor volt az, aki szavazógépé irányította a fideszes képviselőket. Egy picit még arra a közös ellenzéki javaslatról beszélünk, amit a fiatalok utaztatásával, ingyenes utazásának kapcsolatban javasoltak. Ugye Budapesten már ez bevezetése került, 14 éves kor alatt, ezt most az agglomerációra is tervezik kiterjeszteni. Sőt, igazából én örülnék, hogyha az egész országban a közösségi közlekedés ingyenes lenne a fiataloknak. Hogyha Karácsony Gergely meg tudta ezt lépni, illetve a fővárosi közgyűlés ellenzéki többsége bevállalta ezt a plusz terhet, még egy ilyen kifeszített költségvetési helyzetben is, akkor azt gondolom, hogy a magyar államkasszánk, ami állítólag nagyon jól áll, hiszen száguld a gazdaság, ez a néhány milliárd forint igazán nem jelentene tételt, viszont csomóan akkor átgondolnák, hogy lehet, hogy nem kell a nagyobbacska gyerekeket már autóval hozni, vinni az iskolába, ezzel sokkal kisebbek lennének a dugók, csökken a légszennyezettség, nagyon sok idő megmaradna a szülők számára is, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy mindenki számára támogatható javaslat lenne, nem értem, hogy... Ha már Toddai Bence említett, hogy milyen jól áll a költségvetés, azért most a költségvetési hiány a 80%-ot közelíti, és az újabb hitelfelvétellel nőtt meg ekkorára ez a tétel. Ennek tükrében is elképzelhetőnek tartanák ezt a javaslatot például? Abszolút át kell helyezni a hangsúlyokat. A családok támogatására, a fiatalok támogatására van honnan egyébként, de ha már kölcsönt kellett felvenni, nem volt 100%-os táppénz, nem volt rendes bértámogatás, urak, hol a lóvé? Érdekes kérdések, hát nem mi fogjuk ezt megválaszolni, de reméljük, hogy érkezik majd reakció mindarra, amit most elmondtak. Köszönjük, hogy itt voltak velünk ma reggel. Köszönjük a meghívást.